Vegyes fogadtatásban volt része Ursula von der Leyen évértékelő beszédének az Európai Parlamentben. A középutas pártok vezetői további lépéseket kértek a bizottságtól. A járvány növelte a nehézségeket, amelyeket az igazságtalan gazdasági modell okozott. A legsérülékenyebb csoportok azok, amelyek továbbra is szenvednek, az idősek, a gyerekek, az ápolók, a képzetlen tartalékok nélküli emberek, és azok a bevándorlók, akiket gyakran bűnbakként kezelnek a populista, idegengyűlölő politikusok, mondta a szocialisták frakció vezetője. A liberálisok szerint Ursula von der Leyennek többet kellene tennie a populizmus ellen. Európában szinte mindenhol újabb illiberális központok bukkannak fel. Ezeket el kell oltani, elnök asszony, mielőtt tovább terjed a tűz, mondta Dacian Ciolos. A zöldek szerint mély társadalmi átalakulásra van szükség a klímacélok eléréséhez. A zöld átmenetet csak egységben lehet végrehajtani. A fenntartható és tisztességes termelés többe kerül, ezért át kell alakítanunk az adórendszert, a szociális rendszert azért, hogy mindenki méltóságban élhessen. A parlamenti vitában nem voltak személyes támadások Ursula von der Leyen ellen.